Sziasztok, Blackonom vagyok, és itt a Disciples 2 25. része. Az előző részben levertem Hubertet, és ezzel megszűnt a trónbitorló, mert ugye Uther a jogos trónörökös az apja után, csak hogy ugye Hubert az azt mondja, hogy ő szeretné, mert ugye ő megdolgozott érte azzal, hogy szétlopta a kincstárat, hát egy zsarnok volt konkrétan, és azzal, hogy eltávolítottuk most őt, már csak a kutyáit kell, a grófjait, lemeseit, és akkor el kell foglalnunk Avonia kastélyt, Szikla kastélyt és Norkív városait. Uther ugye nem halt meg, tehát célszerű berakni ide a várba. És akkor, ahogy néztem, hogy már elérhető a harmadik szintű fejlesztések is. Na nézzük, hogy az Inquisitorból mi lesz. Egy fő Inquisitor. Jelen a pokol csábításának. Aha. Így oltalma van a tűz szemben. Ugye az oltalom az csak úgy számít, hogy az első körbe, tehát ha bekap egy tűsebzés, az immunis, de a következő tűsebzés már bekapja. Mert vagy a sebez. Tehát egy körre van az a oltalom, azt jelenti ugye. Ezt a lándzsásnál megtanultam az élőhalottaknál. Hát az úgy néz ki, mint valami, mint Arthas, Wargrobból. Csak a fejére rakott egy infulát. Igen, ezt úgy hívják, hogy infula. Aztán nézzük, hogy a birodalmi lovakból lehet egy paplovag. De vörös a páncélja. Hosszú kard. Kezdeményezés 50. Hát, konkrétan ugyanez, csak erősebben. Vagy lehet belőle angyal? Várj csak. Hogyan lett egy lovakból angyal? Ez fura. Hát igazán már meg se löpődök, amikor itt a nőből lesz egy férfi vagy nő. Transgender. Igazán meg se löpődök, hogy egy lovakból hogyan lesz angyal, de mindegy. Nézzük akkor, ez az angyal mit tud. Szent Lánzsa. Tehát és 80%. Aha. Angyalok szent lándzsájukkal mérnek csapást mindazokra, akik a pirodalmat fejegetik. Szent lándzsa. Tetsz, most hiszed. És mitől jobb az angyal, mint a paplovag? Nézzük csak. Ez mondjuk nagyobbat sebez, mint a paplovag. Talati esélye ugyanannyi. Élete ennek 225. Mi a franc? Viszont ennek van 30 páncél, ennek még nincs. De ennek hogy nincsen páncél, mikor full páncélban van? Majd a képen is látszik. Szóval csak annyi a különbség az angyal és a paplovag között, hogy ennek van páncél, ennek még nincs. De viszont ez nagyobbat is sebez, meg több az élete. Viszont hogy a paplovakból van még egy fejlesztés, az angyalból meg nem. Mindesetre szerintem én most az angyal fogom kipróbálni. Hogyha már úgy sincs abból más lehetőség. Amikor az fő inkvizitort is kellett nem próbálnom. Na mindegy, már meglátom. Na, és akkor a mágusból jön a varázsló, és aztán a fehér varázsló, a fehér Gandalf. Vagy hasonlít is Gandalfra. Hát, sebzés típus levegő. Igazából nem változik semmit, csak erősebb ugye. Ezen nincsen fejlesztés. Vicces, hogy amúgy tényleg ez a fa a férfi, ez meg a női. Hát
Akkor az alap, aki van tanítvány, az meg transgender, hát ez fura. És akkor a birodalmi papból lesz egy szent. Egy ilyen üllőfejű. Egy üllősapkás. Szentek hite akkora, pont. Gyógyítás, feltámasztás. Ez még nem rossz, mert ugye egy egységet tud gyógyítani, de nagyot, de viszont már megkapta a feltámasztás képességet is. Hát... ez helyzetfüggő igazából, vagy csapatfüggő, hogy hogyan játszunk igazából, mert hogyha túl agresszívak vagyunk és mondjuk leszarjuk a páncélt, vagy valami, akkor érdemes ezt használni, de... hát nem tudom. Egyszer majd kipróbálom. Talán. Vagy lehet, hogy most fogom inkább kipróbálni. És akkor ebből lesz egy prófétanő. Ami csak annyiban különbözik, hogy nagyobbat gyógyít. Hát ezt a szentet szerintem nem fogom használni. Úgyhogy lehet, hogy most akkor inkább ezt fogom hozni. A többi pályára, meg a profétanő. Nincsen sokfajta ilyen ábré, mert ahogy néztem, hogy a démonoknál is annyi fajta lehetőség volt, egy démonból mennyi fajta ágazat volt, itt nincsen olyan sok választási lehetőség, mint ott. Kaptam is egy üzenetet Dagariktól. Stormcaller. A 15. napon megszűnt a diplomácia a törpökkel. Nem tudom miért, de már gyanús volt, hogy már az elején felajánlják a szövetséget, de miért szakították meg? Még nem kaptam rá üzenetet, csak annyit, hogy megszakították. Úgyhogy én be is támadtam már akkor őket, és szerintem ez a fő csapatuk. Ki tudja. Eddig még nem kaptam rá okot, hogy miért szüntették meg, de lehet, hogy azért, mert Luther miatt, vagy mi? Az igen, az egy HP. Mert ilyet írtak nekem, hogy ezt meg fogják torolni. De mit? Nem csináltam én semmit. És én nem értem, hogy most miért akarnak megtámadni. Engem úgy sem zavar, meg legalább több XP-t kapok belőle. Hát... francba. Egyszer vagyok szövetségbe valakivel, akkor is elárul. Nézzük már meg, hogy akkor ennek a csapatnak, hogy mennyi van. Még az erős utér is sebezhető válik Mortis ölelésében, haláz élőkre. Utér az mindenkinek beszól. Ó, itt is van a fő serege. Egy jó viharóriás, Kaldarik, meg egy papnő. Érdekes, hogy a papnőt kiszedne onnan hátulról. Ha ez a VR óriás támadni fog, az fájni fog. Azt a leborultját. Ez fáj. Jobb lett volna, ha inkább azt a másik fajta gyógyítót hozom. Az a baj ez a gyógyító, hogy jó, hogy nagyot hílel, de nem is olyan nagy az.
És hogyha összeadjuk, hogy ha tömegesen csoportba hílel, az ezerszer több, mint ez, mint amit ez hílel. Jó. Itt erre fel, hogy eljöttem, volt itt egy paraszt, és akkor könyörült, hogy mentsen meg őt is, a gyerekét, mert a farmját megtámadták a trollok, és meg is mentettem azzal, hogy jött egy troll csapat. Azaz egy darab troll volt, meg két darab goblin, és megköszönte, hogy megmentettem az életét, és elárulta nekem, hogy van ilyen csádi titka, hogy itt van valahol egy farm, és akkor ott van valamilyen titkos könyv, ilyen valami iratok, úgyhogy azt majd megkeresem, megnézem, hogy mi van ott. És itt találtam egy kincset, nem is tudom már mi, valamilyen végleges ital, az a lényeg. Azt a hősre elnyomtam, és ezzel nagyobb lett az ereje. Meg itt találtam egy vasbőr italát is, de a vasbőr italát már ugye elhasználtam a hősömre, tehát kétszer nem lehet rányomni. Ezért elhasználtam az egyikre. 20. napon kaptam ezt az üzenetet. Végre megindokolták, hogy miért árultak el. Az őrült király, akit ugye meg kell tölnünk a törpökkel. A törpéknek van még egy kemény csapata, egy Dagarik a neve, 6-os szintű. Wow, man. Igen, amúgy elfelejtettem mondani, hogy első szint lépésnek a parancsnoklást hoztam, hogy 6-os lej a csapatom, de ez már a játék elején volt. Akkor mondjuk célszerű Dagarikot kiszedni a hátulról. Ezt megbeztem a francba. Egyik nézőm mondta éppen, hogy hogy mágussal is lehet használni ezt a potot, tehát konkrétan területileg stunolhat. Ennél OP-bb itemet még nem is láttam. Júj! Területileg, hogyha stunol, konkrétan nem is tudja megállítani semmi. Csak az a mi immune a stunra. Uha. Még azt szerintem így megoldottam. Az szerencsé, hogy nem immune gyereke van neki. Akkor már keményebb lenne a harc. Itt a Nikó? Ez a itt a pálinka? Én nem értem, hogy mit mond, de vicces. És itt van a démonoknak is a fő csapata. Hívják Isznegrak. 8-as szintű, szóval kétlem, hogy ennél erősebb csapata lesz. És igen, van egy átváltoztatójuk. Természetesen essenek a főegységet érdemes kiszedni. Mi a franc? Ez az, hogy nem stunolta be? Ez érdekes. És így néz ki az angyal. Az igen, elővesz a villámdartáját, hogy mi ez? Meg hogy feszít már így? Megszurkálja a villámpálcájával. Itt a Nikó! Nikó, Nikó, Nikó!
az anyját. Ez nem adja olyan könnyen magát. Rajtam azért nem fog kifogni. Még ezt is gyorsíthatnám. De... nem olyan vészes ez a... nem olyan hosszú ez a csata, hogy fel kéne gyorsítani. És ez mindig itt feléleszt? Be-e. Ez most megidézett egy ilyet? Vagy mi? Azt hogy jött a csatot erre? Érdekes. Ó, ilyenkor már menekül az alakváltója. Az élet talizmánja. Hát... mit akkor ez? Feltámasztja a haltegységeket a csatában. Ez majd nem rossz. Találtam egy ilyen runadíszes erekét. Ezt a törp vezértől kaptam, akit az előbb levertem. Hát ez mondjuk jobb. 25% sebzés nevelés. Jobb, mint a gyűrű, mert az csak 20. Úgyhogy ezt így fel is raktam. És ezt a botot, amit találtam, ezt meg itt találtam. Ebben a romban. Igazából, hogy a varázsbotokat csak a mágus tud használni sajnos. Az, hogy levertem azt a fő démonsereget, kaptam olyat, hogy ilyen tati esélyes zászló, de én eladtam, mert nekem nem kell, én meg vagyok elégedve a védelem zászlajával. Aztán még ilyen is esett onnan, hogy ilyen élettalizmánya, meg a félemgömbje. Ez nagyon jó tud jönni, inkább nem adom el, mert hogyha majd ilyen ereki használatot úgyis ki fogok rakni valószínűleg, ez nagyon jól fog tudni jönni esetleg a városrombolásnál, hogy ugye, hogyha a hőssel nem érem el, mert úgyis közel harci, akkor ezt rá tudom nyomni legalább, úgyhogy ezt én magammal fogom vinni szerintem. Ez meg, hát, ja, meg ez is jól tud jönni. Találtam ezt a háború könyvét, itt mesélt a paraszt, itt, azt itt találtam meg, egy ogre, harcos, egy troll, és nem, egy ork harcos, egy troll, és egy ogre őrizte ezt, igen. Megérte, úgyhogy ezt én majd be is fogom rakni, és akkor így nem kell kiraknom azt a fegyvermester képességet. Úgyhogy ez nem rossz. Na és akkor így itt van három város, amit meg kell hódítanunk. Avonia kastélya. Itt volt pár troll. Még egy troll őrzi csak. Itt Szikla kastély. Mondjuk ez már azért keményebb. Itt meg nem tudom mi van, mert ezt a démonok őrzik. Úgyhogy gondoltam ezzel kezdtem. Hogyha már a démonoké. Hát ez nem sok semmi. Most pont szintet léptem, nagyon jó. Miért támadsz ránk? Kivégezni őket. Na, még itt egy csapat, de hát... szerintem ez sima ügy. Annyit akartam mondani, hogy ha ide jövünk, akkor egy csapat egyből megtámad, de egy ilyen kisebb csapat. Ha ide jövünk, akkor meg egyből csatlakozik hozzánk ez a csapat. Ezt így felre vittem, hogy megöljék. És jó, hogyha van. Jöjjön, még azt akarom bemutatni, hogy így néz ki a fullos város. Most már teljesen szépen fel van építve. Gyönyörű. Néz ki az élet kútja. Hát ugye van monostor, imaház, meg szentély. Monostor,
imaházak, szentély. Hát így néz ki ugye, hogyha ezt a fajtát válasszuk. Aztán misztikus torony. Az meg ez, azt hiszem. Ja, itt van egy romos torony. Na, ja, csak úgy el vannak rajta így. Így az épületek egymás hegyén hátán vannak. Ebben a romos toronyból tudjuk így a titán csinálni. Az istálló. Az élet kútja. Az ugye meg ez. Mert nem, mert nincsen animáció, hogy ez egy szökőkút akkor, nem? Kell, hogy nem folyik onnan a víz. És ezt csináljuk, és ezt, hogyha ezt az angyalt válaszok, akkor így néz ki. De ugye ez még nem a teljes, hogyha az oltárt válasszuk, akkor meg ugye más. Még van egy fejlesztési mód, azt is bemutatom. Na és akkor így elérhetőek már a negyedik szintű képességek, a varázslatok. Én golemet lehet idézni. Az első tűz alapú támadás hatástalan lesz, ez jól jön démonok ellen ugye. Megnő 30% sebzés, gyógyítás, sztöletre hat, meg napfény, hogy elosztja az egész sztöletre a ködöt. Tehát az egész térképet így belátom azután. Nem tudom, hogyha... Nem tudom, hogyha használnám. És akkor nézzük, hogy mi van a másik városban. Milyen szép zöld minden. Majd azt vettem észre, hogy az AI az cheatel, már régen is észrevettem a törpöknél. Mert az van, hogy az ilyen erőforrásokra egyből új kezd, hogy rajta van a bot. Az összesen. Na nézzük, mit rakjunk. Hát akkor fegyvermestert jelenleg fölösleges rakni. Úgyhogy... Hát a misztikus ismeretek jó lesz az. És akkor így legalább tudom használni ezt a... nem ez a tűzkönyve kell. Ez. Szerintem ez jól tud jönni azért. Max, ha esetleg úgy van, hogy találok valami jobb könyvet, akkor még kirakom ugye a fegyvermester képességet. Csak szerintem ez így jó egyenlőre. De úgy csináltam, hogy az összes ilyen erőforrás raktam egy botot, hogy ugye ne legyen neki termelése. Jaj, de vagány vagy, hogy el tudod azt foglalni. És akkor legalább be tudom mutatni, hogy hogyan néznek ki. Hát így néz ki a szent, a fehér varázsló. Ez a sárga buborékot körötte. Cikázik. Hát célszerű ugye kiszedni a birodalmi papot mondjuk. Ne legyen gyógyításuk. Ez jó oda bassz azért. Ennek annyi. Na, nagyon jó néz ki ez a fehér varázsló, azt meg kell adni. Igazi pedesz formája van. Jaj, megidézte már a fingját. Na nézzük a fehér varázsló, mit mond. Mit mondott? Esküszöm, ezt most nem értettem. Ez meg nem mond semmit, csak... De tök jó az animációja. Ezt meg kell hallgatnom még egyszer, hogy mit mond a fehér varázsló. Csak jöjjön már köre. Tormentálj!
apa! Olyan hangja van az elementesták, mint olyan láncdoványosnak. Hát esküszöm, ezt nem értem. Esküszöm, nem értem, hogy mit mond. Én soha nem húrottam Demosthénnak. Ő egy gyenge uralkodó. Váljon, parancsolj! Hát már várhatod, amikor már halott vagy. És akkor már csak ez az egy hely van hátra. Hát én szarok rá, hogyha el is foglalja. Inkább benyomok pár potit. Ugye csak akkor van vége a pályának, hogyha elfoglaljuk mindhármat. Ez se valami hosszú pálya. Meg az a baj, hogy itt se tudtam olyan sok XP-t szerezni, úgyhogy teljesen kitakarítottam a térképet. Dölni az angyalmat. Ennyi erőmed legyen. Itt akartam mutatni, hogy ebbe a toronyban ilyen éli halott varázslatokat lehet tanulni, de ilyen első szintűeket, tehát ilyen gyengeség, csontvázidézés. Hát ennek a trollnak meg esélye sincsen. Elfoglaltuk össze sarstúram. És ennyi. Morra se tanítottam a nevesket, azt hittem, hogy lesz valami vezetőjük is. Morok Cloudkeeper's madness did not prevent Uther from recapturing the disloyal cities. Uther's army crushed all the southern territory dissidents. Demosthene could finally return to his capital to rest. De azt vártam úgy, hogy minden egyes városban lesz valami vezető, valami kemény csapat. Ez a csapat nem volt annyira kemény. Nagyon sem. Én nagyobb kihívásra számítottam. Szóval mit vigyek magammal? Meg igazából, meg jó, hogy csapatok voltak, de úgy szólt a történet, hogy ilyen a nemeseket, a grófjait kellett leverni Hubertnak. Nem csak ilyen csapatait. Ezt én nem értettem, hogy miért csak így volt. Védelem zászlója, sebesség csizmája. És a rúna díszes penge. Hát az a baj, ezt akkor nem fogom tudni magammal vinni, ezt a félelem gömbjét. De ez így jó. Hát na, ez van. Nézzük, mi lesz most. Szerintem most se kell tanítani a törpöket. A soulless horde relentlessly assaulted the elven lands. Victory would enable them to pass through High Anulia and ultimately to Nevandar. The undead hordes had lain silent for a decade, as if their foul goddess Mortis had forsaken them. No one knew what the return of the fleshless goddess portended, or why she had once more breathed life into her dead minions. Although the elder race requested no aid, Demosthene dispatched a small regiment to assist them, knowing that only elves stood between the Empire and the putrid throng. Aha.
Azt hittem a törpöket kell Mózesre tanítani engedetlenségük és árulásuk miatt, de úgy látszik most a semmi sincs meg a sötét tünde Lifet. Szóval most az elfeknek kell segíteni. Városok nyugatra van innen. Hát úgy látszik ez is ilyen időre menő pálya lesz, mint amikor Huberttal is voltam. Hát majd kiderül a következő részben. Kíváncsi leszek, hogy mit tartogatnak az elfek, mert az elfekről amúgy nem sokat tudunk. Egyedül a éli halottaknál volt szerepük. Úgyhogy akinek tetszett a videó, az nyomj egy lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő részben. Addig, sziasztok!